Üdvözlök ismétlen mindenkit! Mostan egy olyasmi díszlet fogok bemutatni, hogy nem a marketing felé van hajolva, meg ilyen formokon való olvasgatás, meg ilyen trendy díszlet közé tartozik, és fogom mutatni, hogy milyen oldal fogja kisorsolni. Van ilyen disztrovács oldal, számtalan disztró. Rajta van! Rajta az MX Linux, Manjaro, Mint, Ubuntu, Debian, Elementary, Popos, Solus, Fedora, Zorin, KDE Neon, Deepin, OpenSUSE, Ubuntu Kali, Arch, Antix, CentOS, Kali, mindegyik, ami jobban hirdetve van. És most fog jönni egy radnom. Distro. Red Core. Román. Gentoo Linuxon. Alapszik. Skadia Plasma. Azt egy környezete van neki. Más tudni róla? Nagyon. 2017 óta van. Létezik. Elején Alice QT volt. Most meg KDE Plasma. Ez a 2004-es verzió. Úgy mint a Windows 10-nél van a 2004. Itt is van. Ez a régebbi verziójuk. Ami Alice QT is. Jön a Plasma. Milyen oldalom van? A töltésre. Miért is kell? Plasma 5. És vannak ilyen. Miről rajk nekük? Amerikai, német, meg russzai. Van rajta. Redcore. A kód meg Redcore. És itt van a ISO. Fájluk. Nem tudok tölteni. Három egész három gigabájt. Fogom tölteni fel a Freedom Blood Malangerra. Lehet, hogy is a Save vagy Open White Oak.
idő után le fogja tölteni. És lesz próbálva. Mit is képes ez a Red Core. Linux. Estére, vagy pedig következő nap. Van külön neki. Bugs. Írás neki. Firefox, be lehet jelentkezni. Git klónja neki. Látni, hogy mi is. Van benne a rendszerve. Jön még egy. Drone lehet, hogy kisebb lesz. Megyek arra, hogy ravnom. Endeavour. Os. Arcanus. Alszom alapszik. Egyetlen egyszerűen nem. Próbáltam ki Arcanusot. Alapdisztróként. Egy éve. Fél éve. Inkább olyan 8 hónapja. Létezik? Mit is? Tud? Mekra neki a... Trepítője neki. Kicsi lesz vagy nagy? Torrent neki. Csak 1,73 gigabájt. Remélek, hogy letöltés. Nyugodtan. Le fogja tölteni mind a kettőt.